Üres a folyosó a nyíregyházi törvényszék épületében, de ez nem jelenti azt, hogy senki nem dolgozik bent. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács az ezredfordulón döntött a bírák és az igazságügyi alkalmazottak ünnepnapjáról. Július 15-e már több mint 20 éve a bíróságok napja, minden évben ez a törvénykezési szünet első napja. Főszabály szerint az ítélkezési szünetben a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat. Ez azonban nem azt jelenti, hogy teljesen leáll a munka, vannak kivételes esetek. Mind polgárügyekben, mind pedig büntetőügyekben vannak olyan speciális területek és speciális pertípusok, amik ítélkezési szünet alatt is folyamatosan intéznek a bírók. Polgári peres ügyek esetében, ilyen például a szülői felügyeleti jog megszüntetésével kapcsolatos per, a sajtó helyreigazítási perek, a csőd és felszámolási eljárások, a cégeljárások, vagy esetleg megszüntetett munkaviszony helyreállításával kapcsolatos perek, ezekben az ítélkezési szünet alatti soron kívül, illetve rövid határidővel járnak el a bíróságok. A büntetőügyek vonatkozásában főszabály szerint tárgyalásokat normál peres ügyekben nem tartanak a bíróságok, de ebben az esetben is vannak a kényszerintézkedésekkel, letartóztatások elrendelésével, azok meghosszabbításával kapcsolatos eljárások, amikben soron kívül jár el a bíróság. A törvénykezési szünetnek a polgári ügyekben a határidő számításánál van jelentősége. Bizonyos kivételekkel ugyanis a határidőkbe nem számít bele az ítélkezési szünetidő tartama. Ez azt jelenti, hogy ha a bíróság kiküldött az ügyfélnek egy felhívást, egy nyilatkozat megtételére, és ezt az ügyfél mondjuk július 14-én még az ítélkezési szünet megkezdése előtt vette át, akkor ezen nyilatkozatát egészen szeptember 5-ig megteheti anélkül, hogy bármilyen késedelmet követne el. Büntetőügyekben azonban a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet, tehát itt a határidők folyamatosan telnek, itt nem marad ki ez az időtartam, tehát itt a nyilatkozatokat a felhívás szerint kell megtenni a büntetőügyekben. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok elnökei készenléti és ügyeleti beosztással gondoskodnak a folyamatos működésről. A kezelőirodák rövidített ügyfélfogadási időben nyitva tartanak a bíróságokon, ahol az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Megyénk bíróságai minden szerdán 8-tól 16 óráig várják a jogkereső állampolgárokat előzetes bejelentkezés alapján. Az ítélkezési szünet augusztus 20-áig tart.